Tiszteltel köszöntöm, és némi szomorúsággal valamennyi kedves nézőnket a Merkantil Liga soros fordulójában, hiszen azt szokták mondani, olyan a futballmes nézők nélkül, mint a vacsora sajt nélkül, vagy az éjszaka szerelem nélkül. Nos, hát a világszerte egyre terjedő koronavírus járvány miatt a szabadtéri rendezvényeket, sportrendezvényeket is zárt kapuk mellett kell lebonyolítani. Így hát a közönség csak a tévé előtt követheti most figyelemmel élő közvetítésünket, és szurkolhat kedvenc csapatának. Az itthon piros-feketébe játszó Rossoneric, a Budafok, a Tiszakécske gárdáját fogadják. Az előzményekről annyit, hogy a Budafok 3-2-re nyerni tudott Tiszakécskén még a őszi fordulóban. Most arra szokták mondani országos egyes, a Tiszakécske a kieső helyen van, a Budafok a bajnoki cím, vagy a második helyért hajt, feljutó helyen áll jelenleg, de hát nem lesz könnyű mérkőzés, hiszen az ellenfélnek minden pontra égetően szüksége van. Nézzük csak a tabellát, az MTK 56 pontos, a VMT 53, a Vasas 47, a Csákvár 42, a Siófok 41. Ezeken a csapatokon kívül más bele nem szólhat már a feljutás kérdésébe, míg a Tiszakécske 18. 25 ponttal nekik, tehát egy pont is hatalmas teljesítmény lenne. Vezér játékvezető Szigetvári és Mayer asszisztensek dirigálják majd a meccset, és nézzük az ellenfeleket is, és nézzük az összeállítását. A Tiszakécskének 22-ese Varga Ádám kapuba, 5-ös Horváth Adrián, 14-es Preklet Csaba, 26-os Schwab Dániel, 20-as Erdélyi Botond, 6-os Csáki Róbert, 7-es Batizi Pócsi Balázs, 8-as Tölgyesi Viktor, 11-es Lukás Dániel, 27-es Szuhodovszki Soma, Molnár Szabó, Olán Máté, Kirtner, Farkas Simon, Üldögérnek, Virág Ferenc Kispadján. A Budafokot jobban ismerik Póser Dániel kapuban, 2-ese Opavszki Balázs Szilárd, és közben behallatszik a budafoki ultrák hangja, akik az utcáról szurkolnak, és onnan is bíztatják a kedvenceket. Tehát Opavszki Balázst már mondtam, 6-osra Gohér Gergő, 12-es Romics Dániel, 16-osra Fékor Attila, 9-ese Érik Farkas Sebestyén, 5-ose Olá Bálint, aki most a védelem tengelyébe kap lehetőséget, 20-ose Kulcsák Kornélra Fazon Szavás, elől 10-ese Kovács Dávid, és 25-ese Szabó Máté Norbert, Kovács, Zsolnai, Micsina és Kribek, Horváth, Kírják, Kiszkorné Üldögének, Csizmadia Csaba Kispadján. Szokatlan ez, hogy minden szót, minden érintést, mindent hallunk a játék vezetők szava mellett is, és az első perc kérem szépen már is egy hatalmas lehetőséget, méghozzá Tiszakécskei lehetőséget hoz. Batizi Pócsi Balázs az első percben bizony kilépett oldalt, és talán nem vették komolyan a budafoki védők. Hatalmas csúcsforgalom a 16-oson belül, de többen ácsingoznak itt az esetleges kipattanó labdán. Jó ívelődik ott a kapus és a labda az övé. De lehet, hogy visszagurítás lesz belőle. Az ívelés a kapusé. Nem ívelődik rosszul, Póser ökölz, és Szabó Máté akár el is indulhat. Azonban Erdélyi nagyon szépen hagyta ott a lábát, megállított a lábát, ívelés, amelyet Gohér fejel ki. Egy távoli lövés, hát ez veszélytelen, felszabadító rugás. Kovács Dávid minden szabad rugások elvégzője a labda mögött, ez inkább azonban azt hiszem valami trükkösebb megoldás lehet, mint sem kapura lövés. Egy lágy löbbölés oda, Opavszkinak, Opavszki visszateszi, ott a lehetőség, kivágják a kécskeiek. Nem volt kis lehetőség a 35. percben, nem szabadult fel a kapu alá. Írik fark, Opavszki esik el, egy kis pókfoci, és ezt kihozzák a Tiszakécskeiek. Vissza kellett lépni, mert lesen lett volna. Opavszki, Kulcsár, a derekát fogják két kézzel, szépen lefordul, ennek ellenére Kuli jól tekeri középre, Kovács feje előtt elmegy, nem volt veszélytelen, nem született egyik oldalon sem szögletből. Épp ideje gondolhatják a budafokiak, hogy most szülessen. Ezúttal a hosszú oldal, Opavszki fölé. Ezt szépen csinálták most, és Erdélyi tette előre a labdát, ez eddig jó. Egy ívelés, Póser, veszélytelen. A budafoki közönség dicséretére ők végig szurkolnak, bíztatnak az utcáról, kintről. A kőkerítés mögül nem rajtuk múlik. A csapat is akar, küzd, harcol, nem sikerül begyötörni a labdát a kapu egyelőre. Mondom, a kötelező győzelmet kategóriája. Kovács megelőzik.
Szabó szépen hátracsúsztat, és már ott van Opavszky. Nézzük az indítást, amely hosszú és középre jön, Zsolnai pont el is éri, és labdájával Szabó Máté. Lesről nem lehet szó, Szabó Máté megveri az ellenfelét, de négyen tornyosulnak előtte, vissza kell gurítani a Gohérnek, Gohér nem hív el, hanem Soltésznek lesz, és Soltész lövés, egy nagy lövés, amit remekül véd Varga kapus. Az jó a kécskeieknek, hogyha ott tartják a labdát a udafoki kapu előtt, teljesen elégedettek ezzel, egy pörgetés mellé. Nem volt veszélytele. Zsolnai, a lögdösik, de a labda az övé. Gohér, ő meg középre teszi, ott a fejes felé. Romics. Kovács Dávid. Zsolnai. Ne bánts, mondják. Zsolnai húzogat olyan futszálos megoldásokkal. Zsolnai beíveli, mindenki előtt elmegy, ilyen nincs. Hát, nem látom, nem viszem el. 2-3 percet satszolom a hosszabbítás, de hát még előbb egy veszélyes udafoki szabadrugást kell átvészelniük a kécskeieknek. Olá középre fejeli, mindenki előtt megcsúszik, és senki nem ér hozzá, mármint budafoki, aki lőni tudott volna, hanem kivágják a kécskeiek. 3 perc, ha jól látom, igen, 3 perc a hosszabbítás. Kovács Dávid. Most már a pálya minden posztján feltűnik. Megpróbál hátra jönni labdáért. Olá Bálint. Szépen úsz befelé. Olá, ez lassan lövőhelyzet. El is lövi, ezt is megfogja Varga kapus. Még egy ívelés. Jön is a budafoki ívelés. Temesvári kifejelte. Soltét, előre vágják a kécskeiek, és a játékvezető már jelentőség teljesen az órájára pillantott. Hát, ha Olá Bálintnak még engedi ezt a felívelést. Engedi bizony. Ott a felívelés. Visszahúzzák a tiszta kécskeiek, és ebben a percben a játékvezető véget vet a küzdelemnek. A 90+3. Percben a BMT-e nem tudta legyőzni a kieső jelölt tiszta kécskét, 0-0 az állás, és ebben az esetben ha a Vasas le tudja győzni az MTK-t a később kezdődő mérkőzés, akkor bizony 3 pontra megközelíthetik a piros-feketéket, ami egyáltalán nem jó hír a budafoki híveknek. A végeredménnyel búcsúzom, sok mindent tett a Budafok a győzelmért. Támadott, lőtt kapura, kidolgozott helyzeteket, de gólt nem sikerült lőni, nem volt meg az az átütő erő a csapatban, ami szükséges lett volna. Így hát BMT 10-0-0, viszont látásra, viszont hallásra. Köszöntöm Csizmendér Csabát, egy olyan meccs után, ahol végig támadott a Budafok, felbillent a pálya, lehetőségek voltak, helyzetek voltak, megint nem sikerült hazai pályán begyűjteni 3 pontot. Mi lehetett ennek az oka? Hogy látta a mester? Hát először is az oka az, hogy a helyzeteink megvoltak, főleg az első fél időben ott hatalmas helyzetünk volt. Kihagytuk őket, ugye egyszer az ellenfél a gólvonalról mentett, most kézzel, teste, nem tudom, hát ez is fura egy kicsit, de igazából továbbra is azt mondom, hogy a srácokat nem bánthatom, mert tényleg dominálunk végig, visszaszerezzük az összes második labdát, rajtuk vagyunk. Ugye az ellenfél az ő helyzetüket is megértem, hiszen foggal körömmel azon küzdenek, hogy bennmaradjanak. Mondhatom azt ezzel a régi mondással, hogy betolták a buszt a kapujuk elé, és ez mindig egy nagyon nehéz feladat egy bármelyik csapatnak, hogy egy ilyen csapat ellen gólt szerezzen. Hát nem jött össze, de nem vagyok kétségbeesve, csináljuk tovább a dolgunkat. Hogy lehet majd most motiválni a srácokat? Azt sem tudjuk majd, talán az MLS dönt, hogy lesz-e következő forduló, vagy nem. Ha nem lesz, akkor halasztás lesz. Ha halasztás lesz, mennyi ideig kell várni? Hiszen most azért lendületben a csapat leszámítva ezt a mérkőzést is. Milyen praktikák, milyen edzői elképzelések vannak ilyenkor? Hát nem gondoltam volna, hogy ilyen fiatal edzőként ilyen problémával találkozunk. Nagyon nehéz helyzetben vagy. Ez nagyon nehéz szituáció mindenki számára, és ez nem csak a sportban, hanem az egész társadalomban most jelen pillanatban. Várjuk a döntéseket, tehát azt gondolom mindenképpen ki kell jelentenem, és szerintem ezzel nem mondok újat, hogy mindenkinek az egészsége mindennél fontosabb. Várjuk a döntést, és akkor azt csináljuk, amit mondanak, mert én azt gondolom, hogy egy gólnál, egy győzelemnél az emberek egészsége mindennél fontosabb.
Gratulálok az egy ponthoz a Tisza Kécskének, hiszen egy nehéz helyzetben lévő csapatnak egy második helyzet otthonából pontot hozni, az nagyszerű teljesítmény. Hogyan sikerült felrázni a csapatot, hiszen méretes zakót kaptak otthon a Váctól? Igen, az még most is szégyeljük magunkat ez miatt. Ön ezt nyilatkozta is? Igen, nyilatkoztam, de ez így is van, mert abszolút nem is így indultunk neki a bajnokságnak, hogy ilyen vereséget, meg ennyi gólt kapunk. És ez a játéknak tulajdonképpen, ami ma volt, ez ennek a következménye, mert szerettük volna mindenképpen nullára lehozni egy mérkőzést, hogy egy kis önbizalmat szerezünk, hogy kicsit elinduljunk fölfelé, és ez most sikerült. A játék sajnos az nyilván nem volt élvezhető, de most a legfőbb célunk az volt, hogy ne kapjunk ki. Én azt hiszem azért egyetértenek, és gondolom önök is egyetértenek, sokan azt mondják, hogy Tisza Kécskének az NB2-ben lenne a helye, tehát ne a kiesés ellen küzdjön a csapat. Ön úgy érzi, hogy nem tudom, lesznek-e halasztások, csúsztatások, sűrített meccsek, meg tudja mentálisan otthon ez a csapat, meg tudják csinálni ezt a feladatot? Én úgy gondolom, hogy mentálisan meg tudjuk csinálni, föl tudunk állni. Nyilván, hogyha lesz egy kis szünet, akkor még az nekünk kedvez, és tudjuk rendezni a sorokat, tudunk egy picit foglalkozni mélyebben ezzel a taktikával is rendbe rakni a dolgokat. Nyilván az NB2-ben lenne a helyünk. A helyzeteink is, a játékunk alapján is, a visszajelzések alapján is jó a játék, több helyzetünk van. Hát azért tradíciók volt, NB1-es klub. Igen, nyilván, de a játékkal is meg voltam elégedve. Nyilván az, amit rendbe kell rakni, az a védekezés része, mert olyan hibákat vétünk, ami még megyébe se szabadna elkövetni. És most jönnek ezek a hibák folyamatosan, ezeket mindenképpen ki kell küszöbölni a játékunkból. Köszönöm szépen, én azt hiszem, hogy ebből a játékból építkezhetnek, hiszen mégiscsak a Budafok otthonában voltak pontot. Gratulálok a teljesítményre, sok sikert kívánok, és remélem, hogy jövőre is NB2-be találkozunk a Tisza Kécskével. Sok sikert kívánok, és a Budafoknak. Köszönöm szépen, mi is bizakodunk abban. Köszönjük.